Sziasztok, sziasztok! Üdvözleteteket újra itt a mai videómban. Timi vagyok, és egy ilyen videóval készültem nektek. Amit látjátok, a kis dobozocskám, ami kimondottan erre a célra van fenntartva a fürdőben tele lett, de viszont ma két olyan dolgot tettem hozzá, amit általában nem szoktatok nálam videóban látni. Úgyhogy csapjuk is bele, és lássuk, hogy mik azok. Elsősorban egy Tesco-s öblítő, ami 1,8 literes, 60 mosásra elég parfümös, nagyon jó illata van, a tiszta ruháknak még 4 nap múlva is a szekrényben érződik az illata, parfümöt is, hogyha ráteszel, valamilyen szinten még az öblítőt is érzed. Nagyon jó, 550 forint körül van, most vásároltam először, kipróbáltam, de alig várom, hogy ismét elmenjek Tesco-ba, és újra tankoljak belőle jó pár üveggel. Szerintem ezért az árdér érdemes, ti is kipróbáljátok. Következő az pelus lesz. Nem tartottam meg az összes csomagolást, csak ezt a kettőt. Ez egy 1800 forintos DM saját márkás pelus, bugyipelenka, 13-20 kilóig jó, és 20 darab van benne. Ezek a pelusok nagyon jók, legalábbis mi nagyon meg vagyunk vele elégedve. Feltesszük este 9 órakor, és másnap reggel 9:30-10-ig, majdnem a 12 órát, ha nem többet, simán kibírják. Ritka az az eset, hogy balesetünk legyen, de még éjszaka sosem volt belőle baleset. Napközben volt, nagyon sokat ivott, és netán elcsúszott a pelus, vagy a gyerekülésbe jut is a csatok miatt kifolyt, de amúgy sosem történt vele semmilyen probléma. Hát akkor a jó megszokott Fred & Flo-s 2, 4, 6, 7 darab popsi törlő, 72 darabos, tudjátok, szokásos, kamillás, aloe verás és parfümmentes. Nagyon szeretjük, nem tudok róla többet mondani, mindig láttátok és mindig is látni fogjátok nálunk a videóban. Egy Baby Love textil pelus, nedves törlőkendő, 80 darabos kamillás és aloe verás, alkoholmentes, nem olyan, mint régen volt, most vásároltunk belőle 4 csomaggal, nagyon nedves, tocsok belőle, nem, még van belőle 3 csomag, alig várom, hogy elhasználjuk, és újra visszatérjünk a régi Fred & Flo-shoz. Egy 15 darabos táska, kiszerelés, jó, teszi a dolgát, nem tudok róla semmit mondani. Egy Cyan 140 darabos sminklemosó korongok. Nem jönnek szét, árarányban szerintem nagyon jók, nem tudok róluk tényleg többet mondani. Akkor van még egy 100 darabos kis zsebkendő, 3 rétegű, ha jól emlékszem. Nagyon szeretjük, 4 réteges, nagyon szeretjük, újra szoktuk mindig vásárolni őket. Lakásban több helyen is megtalálhatóak. Akkor van itt egy Balea testradír, 200 milli, nagyon jó illata van, nagyon szerettem. Amint lesz rá lehetőségem, újra ki fogom próbálni. Van még itt egy Dove, gyere itt szám ide anyához, akkor van itt még egy Dove testápoló tej, ami száraz bőre van, 250 milli, itt van Erik is, jött nektek köszönni, 250 milli, nagyon szeretem, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó barátok leszünk. Amint elfogy a himalájás, ezt újra fogom vásárolni. Elfogyott még egy Avon karácsonyos kiadásos tusfürdő almával és fahéjjal. Nagyon jó illata van, volt jobban mondva, ez az anyája jó, nagyon jó illata volt. Belőle már nem maradt mostan csak a
nedves, csak a kis kézmosószappan. Bánom, hogy nem vettem csak egy csomaggal, mivel nagyon jó illatuk van, és tényleg nekem nagyon jó volt. Van még itt még egy sampon és egy hajbalzsam. Ő is Avon-ös Advanced Techniques, a sampon 400 ml-s, a balzsam 250 ml-s argánolajjal. Ezek a kedvenceim, mindig ezt szoktam tőlük használni, árarányban nagyon jók, és amit még nagyon szeretek tőlük, az a kis hajolajocska, ami most például benn van a fürdőben, mert azt még nem sikerült velük együtt elhasználjam. De aki még nem próbálta, próbálja ki, mert egy csoda, nagyon jók. A hajból isteni szép loboncot varázsol. Nagyon sok sampont próbáltam még, de egyik sem volt ennyire jó, mint ez. Van még itt egy Himalája kézkrém. Nem voltam vele megelégedve, még van is benne egy kis picike. Ilyen nagyon vizes állaga van, nem hidratált. Szerintem egy két hét alatt el is használtam. Tényleg egy ennyit kell, ha van még itt épp valami az aljában. Nem sok minden. Akkor a drága csepp kisgyermekem hozott nekünk ide még itten markológépet, távirányítót, mit szeretnétek még? Elhasznált a férjem egy Nivea Active Clean 250 ml-s tusfürdőt. Nagyon szeretem Nivea tusfürdőket. Árarányban nagyon jók, mivel ennél drágább tusfürdőket is találunk a drogéria polcain. Ő egy 807-800 forintos tusfürdő akcióban, még olcsóban be lehet őket vásárolni. Mi tényleg nagyon szeretjük őket, főleg a Niveát. És mit tudnánk annál, nagyon jó illatúan, szépen habzik, nagyon-nagyon szeretjük. Elhasználtam még egy Little Black Dress Avon-ös parfümöt, egy 100 ml-s kiszerelésben. Nagyon szeretem, nagyon jó illata van, tartós, tényleg 3-4 napig is érezni lehet a ruhán az illatát. Már újra is rendeltem, úgyhogy nem probléma, hogy elfogyott. Elhasználtam még egy Avon Planet Spa-s arcra dírt, ilyen a halott tengerből ilyen, nem tudom mivel most pontosan, holtengeri ásványokkal, bocsánat, sikerült, rájöttem. Így látom. Nagyon szerettem, újra is vásároltam, és ilyen napi heti 2-3 alkalommal használtam. Nekem bevált. Elhasználtam még egy Adidas deót, 72 órás, nulla alkoholos. Nem, most nem szeretném azt mondani, hogy biztos nem véd 72 órát, mivel nem próbáltam. De szerintem ez a 72 órás cucc, ez egy kicsit enyhén túlzás egy deónál, mivel az emberek még fürödnek is, ami azt jelenti, hogy lelemossák ezt, tehát a deót onnan, ahol be vannak fújva, de viszont nagyon-nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, ajándékba kaptam. És amint elhasználom a Niveákat, meg a fa, ami itt hol van, újra fogom vásárolni. Van még itt egy AliExpressről vásárolt fekete maszk. Nem csinált semmit az égvilágon. Komolyan mondom, megvettem, próbáltam. Nem egyszer, nem kétszer próbáltam, de azon kívül, hogy ráncigált a bőrt az arcomon, én semmit nem látom, hogy csinált volna vele. Elhasználtam még egy Colgate Max White ugyanilyen fekete szenes fogkrémet. Nagyon jó volt, nagyon meg voltam vele elégedve. Most még mindig próbálok nekem való fogkrémet találni, de hogyha
nem fog sikerülni, akkor lehetséges, hogy ennek még adok majd még egy esélyt. Ismét egy tusfürdő, egészségedre cicám, ismét egy tusfürdő, bocsánat, ez egy Inektó tusfürdő. Trópusi kókusz, 250 milli, nagyon jó illata volt. Nekem egy kicsit bántó volt benne a ananász, mangó, nem tudom mi lehet pontosan, de nekem ilyen nagyon bántó volt, és nagyon vártam, hogy elhasználjam. Inkább siettem vele, mert annyira tömény volt, és annyira édes volt, hogy ilyen zuhanyzóban egy kicsit ilyen bántó illata volt. Akkor ismét, amit mindig látni fogtok, mivel mindig van a házban, ezek a 100 milli kis kiszereléses testpermetek az Avontól, amit ugye diffuzorként is használunk a lakásban, szobában, fürdőben, mindenhol próbálunk vele jó illatot teremteni. Testre is használom, de megmondom őszintén, hogy ritkábban. A vaníliás a kedvencünk, úgyhogy abból szokott általában legtöbb lenni. Van még itt három arcmaszk. Az Oriflame-től. 10 millisek, van egy uborkás, egy kaktuszos, és egy pontosan nem tudom micsoda. Egy pillanat, megkeresem, és megmondom. Hát most pontosan nem találtam meg, hogy mi lehet. Az uborkás az egyáltalán nem volt jó, szóval nem is mondok róla inkább semmit, nem ajánlom. Viszont ez a kettő, ez annyira, de annyira jók voltak. Ő egy ilyen szürkés, agyagos féle, ő inkább egy ilyen fehér, krémesebb, mint hogyha egy mézes tejről beszélnénk. Nagyon jó hidratálta mind a kettő az arcomat, puhává varázsolta, jó illata volt, és egy-két napig maradt a hidratálás rajta. Újra fogom vásárolni, aki még nem próbálta, tegye meg, mert nagyon jó. Elhasználtunk még egy ilyen kis teamécses, levendula illattal 6 darabot, erről többet nem tudok mondani, egy DM saját márkás arcmaszkot, ő már egy fátyolmaszk, egy avokádós, mézes arcmaszk. Ő a kedvenceim közé tartozik, amit az DM-ben lehet kapni. Nagyon jó illata van, nagyon jól hidratál. Ez egy olyan arcmaszk, amit nyitott szívvel tudok mindenkinek ajánlani, aki még nem próbálta. Azt tegye meg, mivel tényleg szerintem a legjobb arcmaszk, amit DM-ben lehet kapni, azokból, amit én próbáltam. Van még egy szappan. Őt az ecsetek mosására szoktam használni, mert kézmosásra folyékony szappant használok, ő inkább ecset, meg sminkszivacs. Végre visszakaptam a fiamtól a gyertyát. Ő egy Pepco-ban kapható gyertya, nagyon jó illata volt. Ami bosszantó az, hogy nem ég ki az egész az aljából, és itt mindig késsel kellett kaparásznom, hogy nézzétek, megmutatom, hogy ez a rész, ami ide feltapad, megolvadjon, leessen, és akkor elégjen. De már egy idő után untam kaparászni késsel, és azt mondtam, amennyi elég belőle, annyi fog elégni. És a legutolsó termék, ő egy szempillaspirál, amit szerintem a legutóbbi elfogytak termékben, termékes videómban is láthattatok. Egy AliExpress-es Yankina Mascara Waterproof. Nagyon szeretem. Múltkor is említettem, hogy egyetlen egy gond van vele, hogy miután megbontjuk és elkezdjük használni, kb. Ilyen 2 hét múlva kiszárad. Viszont az ecsete feje, nem is tudom, nagyon, de nagyon jó. Nagyon tetszik. Nagyon szép szempillákat varázsol, nem szemetel, nem potyog le, és azért a 1 dollár pár centért szerintem még az a 2 hétre is érdemes megvásárolni.
Megpróbálom letenni a leírásba, hol tudjátok megtalálni, ha létezik még a webshop AliExpressen, amíg árultam. Esetleg, aki még használ AliExpress-es sminkeket, írja meg kommentben, hogy mit. Hát, hogyha tudtok olyan tippet adni, amit még eddig nem próbáltam. Ez volt a mai videó, remélem nektek is tetszett. Itt van az egész minden. Hopp! Bocsánat. Itt van minden. Remélem tetszett a mai videóm nektek, és végig is sikerült nézzétek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóimban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. További szép napot. Sziasztok!